A ma esti témánk a felső végtag biológiai programjai címet kapta. Egy összefoglaló előadást hallhatunk, ugyanúgy, ahogy már az alsó végtagról szóló összefoglalást is hallgathatták, illetve ezt visszanézhetik a YouTube csatornánkon is. Hogy a felső végtaghoz milyen biológiai programok társulnak, ezeknek mi a magyarázatuk a germánygyógytudomány szerint, hogy milyen lelki háttér húzódik ezek mögött a programok mögött, erről lesz ma este szó, de hogy azok számára is élvezetes legyen az előadás, akik talán most hallgatnak, most vannak velünk először, azoknak is érthető legyen és követhető, ezért a házigazdánkat, dr. Budai László Károlyt, orvos természetgyógyászt, germánygyógytudomány terapeutát arra kérem, hogy vezessen be bennünket a germánygyógytudomány világába, beszéljen arról, hogy kifedezte fel, milyen alapelveken működik, és mit jelent ez a felső végtag problémái, fájdalmai, betegségei mögött, mire élik. Nagyon köszönöm, Réka, a bevezető gondolatokat, hiszen tényleg arról van szó, hogy készült ugye az alsó végtagról egy összefoglalás, és eddig csak a tanfolyamokon beszéltem a felső végtag a problémáiról, mint összefoglalás, úgyhogy gondoltam, hogy ezt a webkonferenciát is meg kellene oldani. Pontosan azért, hogyha valakinek valamilyen problémája akad a vállától lefelé a kisujjáig, akkor találja meg ebben az előadásban legalább azt, hogy hol kell keresni a valósokat. Mert a germán gyógytudomány azért fantasztikus tudomány, mert mindig a valósokokra mutat rá. A germán gyógytudomány atya dr. Rike Gerd Hámer, aki orvos, teológus és fizikus is volt egy személyben, ugyanakkor egy feltaláló zseni, aki a találmányai után már a befolyó összegekből ugye fent tudta tartani a családját, megnyugodhatott, hogy minden rendben van, és el is költözik családjával együtt Olaszországba, hogy ingyen gyógyítsa a szegényeket, felesége szintén orvos volt. Nos, minden a tervek szerint működött volna, ha nem történik egy váratlan, meglepetésszerű családi tragédia. Hámer doktor elveszti a 19 éves fiát, pedig 111 napon keresztül küzd a fia életéért. Őt a szavolyai herceg, az olasz trónörökös részegen egy második világháborús fegyverrel, két lövéssel halálosan megsebesített. Mindez 1978-ban történik, augusztus 18-án és december 7-én hal meg Hámer doktor karjai között a 19 éves fia. Két hónap múlva Hámer doktornak heredaganata alakul ki, és elgondolkodik azon, hogy kell legyen valami kapcsolat az ő heredaganata és a fia elvesztése között, és ezzel a gondolattal kérdezi ki újra az onkológián fekvő betegeket, hisz akkor éppen belgyógyászként onkológiai osztályon dolgozott Németországban. Nos, Hammer doktor az akkori tudásával a műtétbe beleegyezett, de kemó és sugárkezelést nem vállalt be. Ugyanakkor a 200 beteg kikérdezése után 1981-ben bejelentette a világnak a rák vastörvényét, amiről kiderült utólag, hogy ez az első biológiai természettörvény, hiszen ezután még további 4 természettörvényt fedezett fel Hammer doktor. Hámer doktor ebben a rák vastörvényében rámutat arra, hogy azok a betegségek, amelyeket eddig mi ismeretlennek, rossz indulatúnak, gyógyíthatatlannak tartottunk, azok egyáltalán nem rossz indulatok és nem gyógyíthatatlanok, az ismeretlenség pedig csak a mi nem tudásunkból fakad, de felfedezte Hámer doktor, hogy ezek a betegségek egy lelki megrázkódtatás következtében indulnak el. A lélek-agyszerv tengelynek a leírása, Hammer doktor zsenialitása, hisz rámutat, hogy a lelki megrázkódtatás az agy közvetítésével indít el egy szervi elváltozást, így történt ez őnála is.
Tehát azok a váratlan, meglepetésszerű, nagyon súlyos érzelmi megrázkódtatások, amelyekbe beleragadtunk és magányosan éltük át, ezek fognak elindítani egy szervi elváltozást. De már is itt az elején meg kell álljunk egy gondolat erejéig, mert hiszen mindenkivel fognak történni még az életében váratlan, meglepetésszerű, súlyos lelki megrázkódtatások, de az, hogy én meddig maradok bent a konfliktusban, és ezt mennyire magányosan élem meg, ez csak és kizárólag én tőlem függ. Ugyanakkor ne feledjük el, hogyha lezárjuk a napjainkat békével, akkor mindaz, amit mai nap megéltünk, az már nem fog bennünk elindítani egy tartós szervi elváltozást, vagy egy működészavart. A konfliktus pillanatában kialakulnak ezek az úgynevezett sinek. Ezek azért vannak, mert ezek fognak aztán minket figyelmeztetni, ha megint hasonló körülmények közé kerülünk. A körülmények tehát újra tudják indítani már újabb konfliktus nélkül az egész biológiai túlélő programot. Az EBK azt jelenti, hogy értelmes biológiai külön program. Tehát mindennek, ami a szervezetünkben történik, annak értelme van. Az az egyetlen dolog nem értelmes, hogy nem zárjuk le békével a napjainkat, mert akkor bizony meg se betegednék. Mindenki számára az egyetlen valóság a saját megélése. Tehát soha nem az számít, hogy mi történt, hanem csak az számít, hogy mit volt az én megélésem a történtekkel kapcsolatosan. És ha felső végtagról van szó, akkor ha egy történet kapcsán valaki a lelkiismeret furdalást indítja el, mint programot, mint önleértékelési programot, ez a konfliktus után még nem okoz neki semmi tünetet, csak is a megoldási szakasz lesz az, ami tüneteket fog okozni. A második törvényben Hammer doktor pont erre mutat rá, hogy ameddig bent ülünk a konfliktus aktív szakaszban, vagyis ameddig nem oldjuk fel érzelmileg mindazt, amit érzelmileg elindítottunk, addig az ízületi csont és izom programjainkban nem fogunk semmit sem észrevenni, viszont a megoldási szakaszban érkeznek a gyulladásos, fájdalmas tünetek, majd ezek a tünetek még jobban fokozódnak az epileptoid krízis felé haladva, de az epileptoid krízisben megszűnik a fájdalom, és utána jön a hegesedési szakasz, amikor a lebontott szövetek visszaépülése hegszövettel erősödik meg. Az epileptoid krízisben, ha izmokról beszélünk, itt izomrángások, epilepsziás görcsroham lép fel egy generalizált, egy általánosult, magyarul fogalmazok, félelem kapcsán, mert akkor a félelem egy életveszélyes történetet is jelentett, melyből képtelen voltam tovább lépni, kiugrani, kitérni előle, stb. Ezt az epilepsziás görcsrohamban a beteg eszméletlen állapotában újra lejátsza a mozdulataival a padlón. De ha nem izmokról beszélünk, és nem ilyen súlyos, megoldatlan konfliktusról, akkor a csontok, az ízületek fájdalma itt az epileptoid krízisben mindig megszűnik. Azt hiszi a beteg, hogy na hál' Istennek meggyógyultam, és utána jön egy még egy gyulladásos szakasz, ami azt jelenti, hogy extrém fáradtságot fogunk megtapasztalni ebben a szakaszban, pontosan azért, hogy hagyjuk a testünket meggyógyulni. Mert ez nem így lenne, akkor mi jó állampolgárokként bemennénk dolgozni, ha nem lenne fájdalmak. A fájdalom nem azért jelenik meg, hogy büntessen minket a jó Isten, hanem azért, hogy pihenjünk le, és engedjük meg a biológiánknak, hogy meggyógyuljon. Tehát röviden összefoglalva még egyszer, ugye az időtengelyen látunk három függőleges vonalat. Az első vonalon a DHS, Dirk-Hammer-szindrómát jelent. Vagyis az a drámai, hirtelen fellépő, súlyosan megrázó
érzelmi Megrázkódtatás, amit magányosan élünk meg, konfliktust hordoz, és nem tűnik megoldhatónak. Igen, de azért DHS, mert Dirk Hammerről, a fiáról nevezte el Hammer doktor ezt a pillanatot, amikor valójában egy a saját megélésünk alapján elindítunk egy túlélési programot. Hiszen már a konfliktus aktív szakaszban a túlélésért küzd a biológiánk, vagy sejteket épít, vagy sejteket bont, vagy működést változtat, és ez fogja helyreállítani a megoldási szakaszban. De ha a megoldás, a konfliktus megoldása itt a KM nem érzelmileg történt, akkor bizony a sinek gondoskodni fognak arról, hogy ez a program újra meg újra elinduljon. Vagy éppenséggel el is akadhat a gyógyulásunk. Ezeket az ábrákat látjuk itt, és mindhárom ábrára fogunk példát találni a mai előadásban, hiszen lesz olyan helyzet, amikor meg sem oldódik a konfliktus. A policiklikus lefolyás az egyre vastagabb csont kialakulásához, vagy ízület kialakulásához fog vezetni. A harmadik pedig a függőgyógyulás azt jelenti, hogy úgy néz ki, hogy vége láthatatlan fájdalmam van, hiszen nem akar semmiképpen elmúlni, mert mint látjuk, túl gyakran jönnek az emlékeztető körülmények a sinek. A kutatását tovább folytatva Hammer doktor megtalálta a harmadik biológiai természettörvényt, és ehhez ő visszalapozott, hogy így mondjam, egészen az embriológiáig. Ez a fejlődés történet magyarul az a tantárgy, amiben minden orvos vizsgázott, arról a 9 hónapról van szó, ami eltelt a megtermékenyítéstől, tehát a ondósejteknek a petersejtbe való behatolásától egészen a születésig. A anyamében eltöltött 9 hónapunkról van szó. Ugye a megtermékenyített petersejtből rengeteg sejt alakul ki, gyors osztódása, majd ezek 3 csíralemezzé alakulnak, ennek látjuk itt a keresztmetszeti képét. És ezután ezekből a csíralemezekből csak bizonyos sejtek fognak kialakulni, amint azt a 3 színű nyíl is jelzi, és ezeknek a sejteknek megvan a főnökük, vagyis az agyi központjuk. Ha ezt végig gondoljuk, akkor már is kiderül, hogy az áttétek biológiai képtelenséget jelentenek, hiszen egyetlen sejt sem fog valahonnan elköltözni, és bekopogtatni egy másik szövetbe csak azért, hogy ő ott átalakuljon egy ugyanolyan szövetté. Tehát mondjuk prostata sejtből soha nem lesz csontszövet, vagy csontszövetből tüdőszövet, vagy nem folytatom, mert a medicinában ezek a történetek vége láthatatlanok. Fogunk látni ma is arra példát, hogy miket neveznek metasztázisoknak. A 3 csiralemezből tehát kialakul minden szervünk, minden szövetünk, és természetesen, hogy ezeknek a sejteknek, ezeknek alapvető feladatuk van. A sárga színnel jelzett belső csiralemezből azok a sejtjeink alakulnak ki, amelyek az életben maradásunkat biztosítják. Mi kell az életben maradáshoz? Nyilvánvalóan azok a minimális életfeltételeknek a teljesítése vagy teljesülése, mint például a táplálék, a víz, a levegő, a fény. És a hang. És a hang jelenléte. Így van. Ezek a történetek, hogyha nem teljesülnek, akkor sejtszaporítással, agytörzsi parancsra beindul adott helyen a sejteknek a szaporodása. Most ezeket, mivel meg kell kapnunk ahhoz, hogy életben maradjunk, ezért ezeket falat konfliktusoknak nevezte el. Hammer doktor, tehát nyilvánvaló nem csak a táplálék falatról van szó, hanem a levegő és víz falatról is. De azt se felejtsük, hogy az agyunk nem tesz különbséget valóság, álom és illúzió között, tehát sok minden, amit meg akarunk kapni, az falat konfliktusra lesz biológiailag lefordítva. A középső csiralemez vagy mezoderma sejtjei
két irányító központhoz tartoznak, mert ezek a sejtek valójában különböznek egymástól. A régi mezoderma sejtjeit az agy, a kisagy irányítja, és ezek a vélt vagy valós támadás, illetve a gondozási konfliktus megoldására lettek kialakítva, központ a kisagyban van, erről szóló webkonferencia meghallgatható. A fölötte ez a narancssárga kifliszerű képlet, ez az a nagyagyhoz tartozó fehér állomány, látjuk, hogy innen a piros mezőből hiányzik ez a narancssárga rész, tehát ez már a nagyagyhoz tartozik. Ide csapódnak be azok az érzéseink, amelyek önleértékelésről szólnak. Az önleértékelés mindig önpusztítást jelent, vagyis itt először bontani fogjuk a sejteket, majd a megoldásban visszaépítjük. Ennek a biológiai értelme a megoldás végén valósul meg, hiszen erősebb szöveteket fogunk visszaépíteni, mint amilyeneket lebontottunk. Az önleértékelésről is természetesen van már egy külön webkonferencia anyag, akit érdekel, ezt megnézi. A piros színnel jelzett külső csíralemez sejtjeit az agykéreg irányítja, és ez a piros baba az elválasztási konfliktusra utal, hiszen a legkülső részünk, amit mindenki lát, ugye a bőrnek a felszíne, ez az elválasztási konfliktusoknak a helyszíne lesz biológiailag. Minden olyan érzés, ami bennünk egy nagyon komoly, váratlan eseményként valakitől való elszakadást, vagy az igényét, vagy attól való félelmemet fogja jelenteni, az mindig elválasztási konfliktusként a bőr külső részén, az több rétegű elszarosodott labhámon fog megjelenni. De ilyen labhám sejtek hoznak létre nyálkahártyákat is a szerven belül, és ezek viszont a birtok konfliktusok helyszíneit fogják képezni, ezt is az agykéreg irányítja, és itt a gége, a hörgő, a szívkoszorúér, a epekivezető út, végbélnyílás külső sejtrétege, vagy éppenséggel a vizelet kivezető rendszerünknek a labhám rétege, az urotéliuma, ez mind érintett lesz abban az esetben, ha birtok konfliktusokat élünk meg, nem részletezem, erről is van külön webkonferencia. Tudni kell azt is, hogy az agykéreg nem csak a sejtek sorvasztásával, majd visszaépítésével tud elindítani egy túlélő programot, hanem működés változással is. Nyilvánvalóan a működés változás hat az anyagcserénkre, hat az izmokra, és erről is külön webkonferencián beszéltem. Egyedfejlődéstől, tehát az embriológiától függ, hogy egyáltalán mi történik a biológiai program során a szervezetünkben. Ugye vagy sejtek szaporítása, vagy sejtek sorvasztása, vagy a működésnek a változása lesz mindig a konfliktus aktív szakaszban, és ebből teljesen logikusan következik, hogy a felesleges sejteket lebontjuk, ha túlzásban vannak, a hiányzó sejteket visszaépítjük, ugye, ha először lebontottunk, és a működést visszaállítjuk, hogyha a programot érzelmileg megoldottuk. Ez egy nagyon logikus és egyszerű rendszer, és Hammer doktor nagyszerűen ábrázolta ezen a képen is mindazt, amit erről tudnunk kell. Hammer doktor folytatja a kutatást, és a 87-ben a negyedik biológiai természettörvényt is leírja. Ugye ez arról szól, hogy a bennünk élő mikroorganizmusok, azok a barátaink. Nyilvánvaló, hogy gombák, baktériumok és vírusok minden ember szervezetében vagyunk, van, nem létezhetünk ezek nélkül, hiszen a gombák fognak segíteni lebontani a felesleges sejteket
amikor egy falat konfliktust oldunk meg, a mikobaktériumok, tehát az átmenet a gomba és baktérium közt fog segíteni. A vért vagy valós támadások, gondozási konfliktusok megoldásában. A baktériumok és a vírusok fognak segíteni a hiányzó sejtek visszaépítésében, annak függvényében, hogy milyen programról beszélünk. Még egyszer kiemelném, hogy a bennünk élő mikroorganizmusokról beszélünk, és hogyha ezek úgymond túlszaporodtak, akkor ez nem fertőzés, hanem egy függő gyógyulás, amit már az előbb kivetítettem, egy olyan elhúzódó gyógyulás, ami nem volt érzelmileg megoldva, és pontosan ezért a gyógyulási szakaszban egyre több és több gomba, baktérium vagy vírus található, mutatható ki. Az ötödik természettörvényt 94-ben írta le Hammer doktor, a quintesszencia megértés törvénye, és ebben látjuk át, mondjam úgy, hogy felülről nézve mindazt, ami bennünk történik, hiszen már a DHS pillanatában, tehát amikor megtörtént a váratlan érzelmi megrázkódtatás, a szervezetünk már elindít egy túlélő programot, vagy sejtépítéssel, vagy sejtbontással, vagy működésváltozással. Annak függvényében, hogy én azt a bizonyos történetet hogyan éltem meg. És ha lezárul, ha végigfut a program, akkor nyilván jön a megoldási szakasz, és a probléma csak az, hogy amikor mi éppen gyógyulunk, akkor neveznek minket betegnek. Természetes, hogy az embernek a fájdalom, a gyulladás az nem egy kellemes élménye, de ha tudjuk azt, hogy mindez a gyógyulásnak a velejárója, akkor már nem is fáj annyira, illetve nem fogjuk elakasztani a gyógyulási folyamatot, és képes lesz a biológiai program kifutni minél rövidebb idő alatt. Tehát a jó Isten nem ver minket, a tudatlanság az, ami ver minket, és ha tisztában leszünk azzal, hogy valójában így működünk, ha foglalkozunk ezzel a történettel, mert itt csupán vázlatosan néhány mondatban foglaltam össze a lényeget. Nyilván, aki először hallja, az egy kicsit úgy hitetlenkedik. Én ezt nem is akarom kommentálni, hiszen minél többet foglalkozunk ezzel, annál jobban rá fogunk jönni arra, hogy a germán gyógytudomány az alap a megértéshez, mert rámutatta arra, hogy nem azoktól a tényezőktől függ a megbetegedésünk, amelyekről a mai medicina beszél, hanem csak azoktól a dolgoktól függ, azoktól az érzelmi megrázkódtatásoktól, amelyeket mi megéltünk és nem zártunk le. Kérdés, hogy hány programot futtatunk? Szoktam mondani előadáson, hogy hány filmet nézel? Ugye a biológiánk a túlélésre van kihegyezve, és ezért nagyon sok mindent kibír, de van egy pont, ahol a játéknak vége lesz, és ez is csak és kizárólag tőlünk függ, hogy mikor vagyunk hajlandók végre megérteni mindazt, amiről ez a fantasztikus felfedezés szól. Még a hangulati változás, a személyiségünk, viselkedésünk változása is benne van a germán gyógytudományban, megérthetjük belőle, hogy miért úgy történik, ahogy történik. Vagyis ha feltárjuk a konfliktusokat és megoldjuk őket, akkor nem kell a következményeket kezelni egy életen át. De ha a következményeket nevezzük ki kiváltó oknak, akkor azt egy életen át lehet kezelni, mert ismeretlen, mert gyógyíthatatlan, de van rá gyógyszerünk. Az, hogy valóban tudományról beszélek, az azt bizonyítja, hogy reprodukálható, összehasonlítható, előrejelezhető. Ezek a tudományosságnak az ismérvei. Tehát nincs benne olyan, hogy statisztikailag 20% meggyógyul, és 80% meg nem gyógyul meg. Itt az, aki valójában ismeri az öt biológiai természettörvényt, és már ezt figyelembe veszi a mindennapjaiba, akkor úgy is tud élni, hogy meg sem betegszik. Ha pedig beteg valaki, akkor legalább megnyugodhat, hogy a gyógyulása csak tőle függ, és nem függ egy másik ember tudásától, nem tudásától, jó szándékától vagy rossz szándékától.
Tehát én úgy gondolom, hogy logikus dolgokról beszéltem, sejtekből vagyunk felépítve, amelyek működnek, és ezért vagy a sejtek szaporításával, vagy azok sorvasztásával, vagy a működés változással fogjuk megoldani a túlélést. Ha Hammer doktor munkásságát részletesebben megismerjük, akkor rájövünk, hogy a medicinának ez a lényege. Na most a felső végtagokat érintő konfliktusoknál természetesen most csinálnék egy keresztmetszeti képet a felkarról, vagy az alkarról, teljesen mindegy, azt látnánk, hogy ugye kívül bőr fedi a felső végtagot, és mint mondtam, ide az elválasztási konfliktusok fognak becsapódni, nyilván azok, amelyek a karunkra vonatkoznak. A külső bőrt érinti, a konfliktus aktív fázisban mindig neurodermitisről beszélünk, vagyis hűvös, érzéketlen lesz az adott bőrfelület, megoldáskor pedig hát hólyagosan meggyógyulunk. De ha fennmarad végig a konfliktus és nem kerül megoldásra, akkor a pigment nélküli foltok, a vitiligó fog kialakulni. A megoldási szakasz, ha elakad, megmarad a bőrviszketés, vagy pszoriázis, vagy pigmentfoltok, ekcéma, stb. A bőrről készült webkonferencianyagban erre részletesen kitérek. Ami a karokat illeti, annyit kell tudni, hogy a magam felé irányuló, tehát az ölelésben belül levő felületek bőrtünetei arról szólnak, hogy nagyon nem szeretnék elválasztódni valakitől. A külső rész pedig nyilván arra vonatkozik, hogy nagyon szeretném távol tartani magamtól azt a valakit, akihez még hozzáérni sincs kedvem. Az elválasztási konfliktus mindig élőlényre vonatkozik. A bőr alatt van ugye az írha, ez a régi mezodermális program, a támadás és bemocskoltságról szól. Minden, ami vélt vagy valós támadás, bemocskoltság, ez megfelelő programot fog létrehozni, erről is van külön webkonferencia. Ugyanez vonatkozik az írha programra is, hogy a herpes zoster az akkor fog megjelenni, amikor azt éltem meg, hogy megöleltem valakit, és hát ettől bemocskoltnak éreztem magam, akkor nyilván, hogy az ölelésnek a belső felszínén fog ez a herpes vagy övsömör kialakulni. Az Orbánc, a gerizipellász az már egy függő gyógyulás vagy visszatérő gyulladás, policiklikus lefolyás következmény, amit támadásként éltem meg. A melanoma pedig többnyire a külső oldalon jelenik meg, mert nagyon el szeretnék ugye határolódni egy olyan bemocskoltságtól, ami hát engem ért. Tehát el akarok magamtól távolítani valami mocsok történetet, vagy egy, mondjam azt, egy undorító szemét, akkor a felkarnak, vagy az alkarnak a külső részén fogjuk ezt a melanomás csomót létrehozni. És további programok természetesen ugyanígy a vélt vagy valós támadások előadásban részletezve vannak. Amire itt ki kell térnem, az az önleértékeléseknek a részletezése, mert ugye az önleértékelés az önpusztítást jelent, és mint tudjuk, ez érinti a csontokat, ízületeket, az izmokat, az ereket, a kötőszövetet, és természetesen a zsírszövetet is. Tehát a legsúlyosabb önleértékelés mindig a csontot érinti, a legenyhébb önleértékelés pedig a kötőszövetet, zsírszövetet érinti. A többi az természetesen a két végpont között található. Itt látjuk Hammer doktor agyi térképét. Persze ez a CT-n nem ilyen szép narancssárga színben jelenik meg, de láthatjuk, hogy a koponya tetőtől egészen le a lábig az egész testünknek megvan a képviselete, tehát ott az agyi központ, és mindig a konfliktus tartalom, vagyis az, hogy miben írtam le magam, azt fogja meghatározni, hogy hol, melyik testrészemen indítom el a sorvasztást, az önleértékelés ereje pedig meghatározza, hogy a felsorolt szövetek között éppenséggel mi lesz az,
amit én lebontok. Itt látjuk a karnak a gócát, az agyi gócát, tehát ha valakinek a vállával, felkarjával, könyökével, alkarjával, csuklójával, kezével van valamilyen problémája, akkor ezen a szinten fogjuk megtalálni az agyi térképen a Hammeri gócot. A biológiai értelem az a megoldásban érvényesül, hiszen a lényeg az, hogy a visszaépített szövetek erősebbek lesznek, mint voltak előtte. És mint említettem, ez mindig fájdalommal jár, hiszen a fájdalom miatt kénytelenek leszünk nyugalmi állapotban maradni, hogy a biológiánk be tudja fejezni a történetet. Ugyanakkor azt sem már tudni, hogy függő gyógyulásban egyre vastagabb szövetek fognak kialakulni. Egyre vastagabb lesz az ízület, vagy a csont, és ezt már természetesen, hogy daganatnak fogják nevezni. És a visszatérő megoldási szakaszok visszatérő fájdalmat fognak jelenteni számunkra, az izmok visszaépítése pedig akaratlan rángásokkal is fog járni természetesen. Ha pedig megéljük a magányosság és létezés konfliktust, amiről ugye megint az Ödémák című webkonferenciában lehet részletesen hallani, akkor az ödéma ki fog alakulni az agyi területen, és ez megint csak nem egy agydaganat, csak egy ödémás terület, mert a magányosság és létkonfliktus miatt nem csak szervi szinten gyűjtjük be a vizet, és lesz nagyon fokozódó fájdalmunk, hanem az agyi központ, mondjam azt, hogy vizesedése, ödémája miatt a fejfájásunk is igencsak jelentős lesz. Volt már olyan betegünk, aki térdfájás miatt és fejfájás miatt ment orvoshoz, aztán, amikor a fejéről csináltak egy CT-t és meglátták azt az úgynevezett daganatot, akkor már a térdével nem foglalkoztak, de megműtötték. A köszvény az mindig a magányosság és a létezés konfliktusban lép fel, függetlenül, hogy mennyi a húgysav szint, mert láttam én köszvényes rohamot normális húgysav szinttel is, és láttam nagyon magas húgysav szintet köszvényes roham nélkül is. Tehát Hammer doktornak ismételten igaza van. Az ízületi programokról csak egy vázlatot próbálok itt bemutatni. Ugye itt van a vállöv. Hát a vállövben, amit látjuk, itt van a lapocka, a kulcscsont, a felkarcsont, és hát nyilván a váll ízület. Ez az egész régió, ez az egész tájék akkor lesz érintett, ha furdal minket a lelkiismeret. A lelkiismeret, mert azt élem meg, hogy igazságtalan voltam a gyermekemmel, az apámmal, vagy bárkivel. Ugye ne feledjük el, hogy az oldaliság, a kezűség az ebben az esetben, mondjam úgy, hogy perdöntő, hiszen a jobbkezes embernek, ha a jobb válla fáj, akkor azt jelenti, hogy partner oldali, hát lelkiismeret furdalást oldott meg. A jobbkezes embernek a bal válla fáj, akkor az anyával vagy gyermekével kapcsolatos lelkiismeret furdalást oldott fel. A fájdalom mindig a megoldásban jelentkezik. Ne feledjük. Balkezeseknél persze ez fordítva van, tehát balkezesnek a baloldali fájás lesz a partneroldal, és a jobboldali az anyagyerekre vonatkozó konfliktus megoldása. Ez az egész, mondjam úgy, hogy a felkarcsont felétől tart egészen a lapockacsont tetejéig. Most felkarcsont alsó felétől egészen az alkar közepéig, nyilvánvaló középen a könyökizülettel, azt jelenti, hogy képtelen vagyok megölelni, eltávolítani magamat valakitől. Amikor meg még lejjebb jelentkezik a fájdalom, tehát már mondjuk itt inhüveggyulladásról beszélhetünk, vagy éppen a csukló csontjairól, ízületeiről, akkor azt jelenti, hogy képtelen vagyok a szorosan megtartani, irányítani, kézben tartani a dolgokat. Amikor meg csak a kezemről van szó, akkor nyilván, hogy a kézre vonatkozó önleértékelési konfliktusoknak a megoldásáról beszélünk. Itt van, láthatjuk ezt a
igencsak ismerős, göbbös, dudoros csontot, ami az idősebb nagymamáknál alakul ki, de nem a kapálás miatt és nem a házi munka miatt alakul ez ki, hanem azért, mert azt éli meg, hogy képtelen vagyok a kezemben megfogni, megtartani mondjuk az unokámat, mert csak ritkán kaphatom meg, és mivel mondjuk hétvégenként kapja meg az unokát, ezért policiklikus a lefolyás, és egyre vastagabb és vastagabb lesz az ízülete. Nos, ezt kell megértenünk, itt van a policiklikus lefolyásnak az ábrája, hogy megértsük, hogy miért lesz ebből egy szövet, egy túlzott szövet szaporulat. De nyilván, mivel itt a gyulladásos tünetek, azok a jellemzőek, ezt még nem fogják daganatnak nevezni. Aztán, ha összefoglaljuk a kezeket érintő biológiai programokat, akkor láthatjuk, hogy ugye a reumatoid artritiszt elmondtam, az inhüvely gyulladás az már arról szól, hogy hiába kaptam meg, mégis elengedtem. És az inhüvely gyulladás tehát mindig valamihez való ragaszkodásnak a következménye, de mindjárt fogom ezt is részletezni, épp úgy, mint a karpális alagút szindrómát, amikor ugye ahhoz, hogy valamit megtartsak a kezemben, az erős csuklókra van szükség, és hát az erős csukló, ha nem vagyok elég erős, nem tudom elég erősen megfogni, megtartani a dolgokat, akkor ez az csukló alagút kötőszöveti képletei lesznek érintettek, sokféle diagnózisról fogok itt is beszélni. Aztán a Parkinson-kor az már nyilván mozgással kapcsolatos konfliktusról szól, mert azt éli meg az illető, hogy minden kifolyik a kezei, az ujjai közül, és csak úgy kapkod utána, mert ugye lehet ez egy ügyvéd, akinek az ügyek a kezéből kifolynak, valahogy nem tudja megtartani az ügyfeleit, vagy éppen lehet egy másik kézhez, kéz mozdulatához kötött önleértékelés. A függő gyógyulásban ez az izomprogram remegéssel fog járni, erre is ki fogok térni, és a Raynaud-szindrómáról annyit kell tudni, hogy igaz, hogy kimutatják, hogy az erek összeszűkülnek, de az erek összeszűkülése nem ok, hanem következmény. Az oka az, hogy én távol akarom tartani magamtól azt a valakit, akit hát nyilvánvaló nem nagyon szeretnék a közelembe engedni. Még a megérintésétől is kiráz a hideg, tehát a kezeim és az ujjaim hidegek lesznek konfliktus aktív szakaszban, amikor kerülök. Nyilván, ha ez nincs feloldva, a sinek gondoskodnak arról, hogy megfelelő körülmények ezt a dolgot előhozzák. És lehet, hogy ez az egész történet éppen hidegben történt, és a hideg csak sínként áll elő, és indítja be a Raynaud-szindrómát. Ha részletezzük a karpális alagút-szindrómát és az inhüvelygyulladást, akkor láthatjuk itt az ábrán, hogy itt függő gyógyulásról beszélünk. Mert ugye vagy képtelen vagyok erősen megfogni, megtartani a dolgokat, mondjam úgy, hogy irányítani a dolgokat, és akkor itt van egy háttér is benne, hogy szeretném irányítani, vagyis manipulálni a többieket, hogy úgy működjenek, ahogy azt én szeretném. És ha ez nem megy, vagy hol sikerül, hol nem sikerül, akkor a gyógyulási folyamat az folyamatosan gondoskodni fog nekünk nem csak a fájdalomról, hanem arról is, hogy egyre vastagabb legyen nem csak a karpális alagút, hanem még az alkarnak az inai is rendesen megvastagodjanak. Ugyanakkor, ha hiába kaptam meg, mégis elengedem, még azt is hozzáteszem, akkor nyilván az alkar is érintett lesz. És a szövetek visszaépítése tehát fájdalommal jár, és egyre vastagabb szövetek alakulnak ki, aminek aztán hát mindenféle nevet adnak. Itt van az angol megnevezés, az MTCD, ugye kevert kötőszöveti betegség. Ebből már látszik, hogy ez egy nagy szemétláda, amiben mindent be lehet tenni,
De van olyan, hogy szisztémás szklerózis is, meg polimiozitis, meg dermatomiozitis, annak függvényében, hogy még milyen szövetek érintettek, mert ugye itt a szövettani kép fogja eldönteni, hogy miről beszélünk. De miért akarjuk mi a másik embert mindenképpen manipulálni? Miért nem tudjuk elfogadni azt, hogy a másik ember a dolgát úgy teszi, ahogy teszi? Nagyon sokszor azt hiszem, hogy az értékítéletünk különböző. És olyan esetekben, gondoljunk csak egy nagyon enyhe történetre, mondjuk egy fiatal kiskamasz elkezd valamilyen szert használni, elkezdi felfedezni a világot, cigarettázik, kipróbálja milyen berúgni, netán olyan szerekhez is nyúl, ami tudatát módosítja. Ilyenkor az anyuka mit érez? Hogy képtelen vagyok visszafogni a gyermekem ezektől a veszélyektől. Igen. Hogy képtelen vagyok megtartani, abban azon a pályán tartani, amivel azzal az értékítélettel felnevelni a gyermekemet, amivel én szeretnék azonosulni, amivel én eldöntöttem, hogy majd az én gyerekem ezt elkerüli. Ezek azok a helyzetek, amikor képtelen vagyok erősen megfogni, mindig kicsúszik a kezem közül, mindig van valami olyan történet, ami közbejön, vagy éppen a párom az, aki engedékenyebb, mint én, nem látja veszélyesnek, azt mondja, ilyen a világ, és egyedül maradok ezzel a történettel. Ez főleg olyankor mutatkozik meg, amikor a nevelési struktúráink, a nevelési elveink teljesen különböznek, vagy olyan szinten egymásnak ellent mondanak, hogy ennek végülis a gyerek iszta meg a levét. Gondolok itt azokra az elvált szülőkre is, akik próbálják a gyerekük szeretetét megtartani, és inkább elfogadják azt, hogyha csak egy mód van rá, akkor kizárólag valamilyen anyagi érdek vezérli a gyereket. Hallunk olyan történetet is, hogy pontosan tisztában vagyok azzal, hogy a gyerek csak akkor közeledik hozzám, vagy igen, akkor látogat meg, hogyha pénzre van szüksége, vagy egyéb juttatásokat szeretne kicsikarni. De képtelen vagyok megtartani, elengedni is ebben az esetben ezt a gyermeket. Nagyon érdekes az, hogy milyen problémákkal küzdenek azok, akik most kamasz gyerekeket nevelnek. Hát igen. Én azt hiszem, hogy itt ez egy külön történet lehet, mert nyilvánvalóan ez a világ nem azokkal a problémákkal küzd, mint 20, 30, 40 vagy 50 évvel ezelőtt. Gondoljunk csak arra, hogy az internet világon mennyi olyan tinédzsert kecsegtető terméket, helyzetet kínál, amire egy komoly felelősségteljes szülő elborzad, megborzad. Nemrég találtam az okostelefonom egyik applikációjában egy olyat, vagy egy, azt hiszem, hogy talán az egyik közösségi médiában, hogy Wish. Mi? Egy olyan, nem mondom ki még egyszer a nevét, majd kivágjuk ezt is. Igen. Egy olyan applikáció, ami különböző tárgyakat kínál fel, és vágyat ébreszt, már maga a megnevezése egy ilyen vágykeltő elnevezés. Ha nem is vásárolod meg azonnal, ráteheted a kívánság kosárba, vagyis azt jelenti, hogy folyamatosan a megszerzés, megkapás felé tereli a fiatalok figyelmét. Most ebben a pillanatban, amikor azt látom, hogy a gyermekem soha nem elégedett azzal, amilyen van, mert ahogy megkap valamit, azonnal újabbra vágyik, vagy a legújabb, legcsúcs szuperebb számítógépet szeretné megkapni, de érettségi után ő elmegy kőműves segédnek, mert hogy ki kell pihennie azt a 12 év tanulást, és ugye annak feltétlenül fontos az, hogy egy szakképzetlen segédmunkásként szuper számítógépre tegyen szert. Szóval vannak ilyen történetek még a szűk környezetünkön belül is, olyan helyzetek, ahol a kamaszok vagy a fiatal felnőtt, magukat felnőttnek nevező egyének olyan új útvonalakat és életvezetési pályát, orientációt találnak maguknak,
ki vagy fel, nem tudom, ami a szülők számára egy nehezen elfogadható dolgot jelent. Igen, ez kihívást jelent. De a képtelen vagyok erősen megfogni, megtartani, irányítani a dolgokat, viszont felnőttként is szerepet játszhat az életünkben. Szerintem a párkapcsolati konfliktusokból sem hiányzik ez az irányítási szándék. Így van, ez mindenképpen egy dominancia harcot feltételez. Gondoljunk csak azokra az egyességekre, amikből nagyon sok vicc született, hogy a fiatal pár az élete első napjain egyezkedik, hogy ki milyen szabadságfokot tud magának kiharcolni. De a képtelen vagyok erősen megfogni, megtartani, irányítani a dolgokat, nem csak a párkapcsolatban, hanem a munkahelyen is megnyilvánulhat. Lám, semmilyen élettér, vagy semmilyen élethelyzet nem ad mentséget arra, hogy ezt a konfliktust ne éljük meg. Még akár akkor is, ha egyedül vagyok, mert képtelen vagyok megfogni magamnak azt a társat, akire én vágyok, vagy képtelen vagyok megtartani azt az embert, aki mellettem van. Vagy hol megjelenik, hol eltűnik. Így van. Vagy hiába kaptam meg, mégis elengedem, mert ez nem az az ember, akihez én feleségül mentem. Nagyon érdekes az, hogy a dominancia kérdése egy párkapcsolaton belül mikor, miért és hogyan jelenik meg. Azt gondolom, hogy ez egy egész estés műsor be tudnak tölteni ennek a gondolatnak a kifejtése, úgyhogy ezt most De csak zárójelbe teszem. De ha hiába kapom meg, mert nincs benne örömöm, mégis elengedem, vagy mégis elengedtem, mert megijedtem ettől a helyzettől, mert olyan életkörülményeket generált, amit nem tudtam vállalni, vagy hiába van mellettem ez az ember, már érzelmileg teljesen elhidegültünk, rengeteg olyan helyzet adódik, ami ide köthető. Én azt hiszem, hogy itt a legfontosabb az lenne, hogy tisztában legyünk azokkal az értékekkel, amikkel rendelkezünk, tehát ne arra fókuszáljunk, ami nincs, hanem arra, ami van. Igen. Át kellene gondolnunk az elképzeléseinket, a viselkedésünket, a döntésünket, a döntéseinket, az esetleges reakcióinkat, a kommunikációt, rengeteg olyan szinten meg lehetne ezt a problémát oldani, ami ugyan kis változtatásokkal jár, de az eredménytelen. Igen, az egyik legegyszerűbb és leghatékonyabb, vagy éppen a szívtől szívig kommunikációnak a bevezetése lenne, szerintem. És hát a kéz a csukló után van egy teljesen különálló dolog, ami, hogy lássuk, hogy mennyire kifinomultan tud a biológiánk reagálni. Ez a de Quervain szindróma, tendonitis, ez egy speciális, mondjam azt, hogy inhüvelygyulladás. Ugye itt arról van szó, hogy képtelen vagyok kapaszkodni, utána nyúlni, sokáig megtartani, vagy elengedni. És ez megint függő gyógyulásban mit fog okozni? Az orsócsontnak, a rádiusznak, a nyúlványának a fájdalma fog fellépni, mert a hüvelykújunknak tudnunk kell, hogy van 9 mozgató izma. És vannak ebből, tehát nyilvánvaló, hogy ez azért fejlődött így ki, mert a hüvelykújunknak köszönhetjük a fogás képességét, és ezért ezekkel az érzésekkel speciálisan csak 2 izomnak, az inhüvelyének a gyulladását fogjuk elindítani. Az extensor pollicis brevis, ez azt jelenti, hogy a hüvelykúj rövid feszítő izma, tehát amikor képtelen vagyok elengedni, és a másik viszont az abductor pollicis longus, ez viszont azt jelenti, hogy a hüvelykúj hosszú közelítő izma, és ezeknek a megfeszítésekor lép fel a fájdalom. Itt láthatjuk azt a klinikai próbát, amivel bárki kipróbálhatja, hogy van-e neki ilyen problémája, vagy nincs. Tehát a hüvelykújunkat behajlítjuk,
ráteszük a többi négy ujjat, ahogy itt a képen is látjuk, majd ulnárisan, vagyis a kisujj irányába elmozdítjuk a tenyerünket, és ha fellép a fájdalom, akkor már a Döckwerven szindróma pozitív értékelést kap. Tehát miről lenne itt szó? Arról, hogy ezeket az érzéseket is ismerjük fel, és foglalkozzunk vele. Ha képtelen vagyok kapaszkodni, utána nyúlni, és sokáig megtartani, vagy elengedni, ez egy nagyon érdekes téma lehet. Azt hiszem, ha képtelen vagyok kapaszkodni, érzés, vagy DHS, egy nagyon kiélezett helyzetre utal. Ezzel kapaszkodni, megtartani, fenntartani magam, valamiféle függő helyzetet mutat ki. Lehet ez egy olyan egyszerű esemény is, hogy egy házaspár megy valahová, aztán a magas sarkú tipegő hölgy lemarad, és ezt nem veszi észre az úr, és magára marad egy új társaságban. Lehet ez egy nagyon kiélezett helyzet, amikor azt érzi az egyik, hogy kapaszkodnia kell ahhoz, hogy el ne sodródjon, de ne maradjon. Gondoljunk csak azokra a helyzetekre is, és nagyon komoly DHS-t élhetünk meg akkor, hogyha egy ismeretlen helyen vagyunk, mint egy kiránduláson, és elsodródunk a tömegben a csapatunktól. De benne lehet számos egyéb szimbolikus helyzet is. Ugye az agyunk nem tesz különbséget a valóság, az álom és az illúzió között, tehát ennek van egy mögöttes tartalma is. A sokáig megtartani vagy elengedni, nagyon érdekes az, hogy az életünkben mindig vágyunk a konstans állandó a helyzetekre, viszont az élet pont maga a változás, tehát ez egy önellentmondás is, mert ha nem tudunk tépést tartani a változó helyzetekkel, és mindig az állandóságot, az ugyanazt szeretnénk, akkor ezt konfliktusként is élhetjük meg. Így van. És az élet az a folyamatos változásról szól, amikor már nem változik semmi, az úgy hívják, hogy halott ember. A Parkinson-kor az mozgással kapcsolatos konfliktus, függő gyógyulásban látjuk a képletét, és nyilván azért marad meg a remegés, mert nincs érzelmileg feloldva, és a sinek túl gyakran érkeznek. Tehát naponta. Az izmok érintettsége az mindig megmutatja, hogy anyagyerek vagy partnerről van szó, vagy mind a kettőről. A nyugalomban jelentkező remegés, a trémor az, ami mozgásra megszűnik. Na most azért szűnik meg mozgásra, mert ugye mindig mondom, hogy amire figyelsz, ott a valóságod. Tehát amikor arra figyelek, amit tennem kell, akkor az izom végrehajtja a pillanatnyi parancsot. Megjelentem a pillanatban. Amikor már nem vagyok jelen a pillanatban és elkalandozok, akkor újra meg újra beindul a remegés. Na most, hogy csak a kezek remegését taglaljuk, ugye, mert képtelen vagyok, ugye mondtam, megtartani, kézben tartani a hozzám tartozó ügyeket, vagy éppen egy kapcsolatot megtartani, vagy kicsúszik minden a kezemből. A karoknak a kifelé remegése az arra vonatkozik, hogy kifelé azért remeg, mert védekezni próbálok, és azt próbálom mozdulataimmal a környezet felé jelezni, hogy hagyjatok békén, hagyjatok szabadon élni. A Parkinson-korban a szabadságnak a megélése, illetve elvesztése, attól való félelem nagyon súlyos konfliktusként húzódik meg a háttérben. Az izmoknak a mozgása már csak azt mutatja, hogy éppenséggel ezt hogyan szeretném megoldani. A könnyök biológiai programjai a megoldási fázisban fognak jelentkezni természetes, mert ugye mondtam, hogy a fájdalom mindig a megoldásban jelentkezik. Ha képtelen vagyok a karjaimban tartani valakit,
képtelen vagyok átölelni, akkor a megoldáskor, mikor erre már képes vagyok, akkor megjelenik a golfkönyök, vagyis a belső felszíne a könyökünknek fog fájni. Ha pedig eltávolítani vagyok képtelen a vetélytársat, kiütni a magam mellől a vetélytársat, akkor a külső könyök lesz érintve konfliktus aktív fázisban. Nem fáj semmi, de a megoldási szakaszban jön a teniszkönyöknek nevezett fájdalom. A vállat több részletben is szeretném bemutatni, mert nagyon összetett dologról van szó. Ugye a vállnak része, mint mondtam, a felkarcsont felső része egészen a lapockáig, kulcsontig, ezek hozzák létre, ez a három csont hozza létre a vállat és a vállizületet. A legsúlyosabb leértékelés nyilván a csontot érinti, és ezt oszteoszarkómának fogják nevezni a szöveti elváltozást. Miért? Mert, amint látjuk, függő gyógyulásban mit csinálok? Bontok és építek, és bontok és építek, és mindig többet és többet fogok visszaépíteni, mint amennyi volt. A függő gyógyulással tehát egyre vastagabb lesz a csontszövet, és hogyha mintát vesznek, szövetani mintát vesznek ugye ebből a csontszövetből, átszúrják a csonthártyát, és a csonthártya mögött lévő, még mondjam úgy, hogy folyékony, lágy csontszövet kifolyik ezen a bizonyos lyukon, és ezt már akkor kaposi szarkomának fogják nevezni. A felkarcsontot érintő önleértékelés a kondroszarkóma. Ez is a vállizülethez tartozik, és a függő gyógyulással, ha a portszövet érintett, akkor fogjuk kondroszarkómának nevezni, és ez a lelkiismeretfurdalásnak a közepes erősségű megélése függő gyógyulásban. Elsősorban érdekes, hogy az élet harmadik évtizede után jelenik meg, ugye, és gyakrabban férfiaknál, és nem csak a végtagcsontokon, hanem az övek környékén is megtalálható ez a fajta csontos elváltozás. Hammer doktor könyvéből szeretném idézni éppen a csontra írt példája, arról szól, ugye, hogy például balkezes nő esetében a partnerrel kapcsolatos önleértékelés érinti a humérus, vagyis a felkarcsontnak a bal oldalát, és a bal felkarcsontot, mert én rossz partnere vagyok a páromnak. A megoldási szakaszban ugye jönnek a exudatív fázisban, amikor folyadék áramlik be a csontszövetbe, akkor megfeszül a csonthártya, és ez fogja okozni a fájdalmat. Az epileptoid krízisben eltűnik, majd újra jelentkezik. Aztán a nagy fájdalmak, tehát a csonthártya feszülése miatt jönnek létre, és a csontnak a újra elmeszesedése, rekalcifikációja, hogyha függő gyógyulásról beszélünk, akkor ugye már oszteoszarkóma nevet fog viselni, de ha túl hosszú volt a konfliktus aktív fázis, akkor ne feledjük, hogy a visszaépítés is tömeges lesz. Most itt van egy lényeges dolog még, amit bekereteztem, hogy az ízület körüli oszteolízis a megoldás követő fázisban ízületi reumatizmust fog okozni. Tehát nem lehet élesen elhatárolni a fájdalom szerint, hogy most mi fáj. Mert ha az ízülethez közel eső része fáj a csontomnak, a hosszú csontnak ugye az epifizise, akkor ettől az egész ízületem is be lesz gyulladva, és azért fog inkább az ízületi fájdalom előtérbe kerülni, mert a mozdulást, a megmozdítást teszi lehetetlenné a fájdalom. A megoldással természetesen rendeződik a vérképünk,
mert ugye konfliktus aktív szakaszban a csontoknak a lebontása a vérképzésre is hatott, visszaépítéskor a fehérvérsejtszám, majd a második részben a vörösvértest szám fog rendeződni, de ha magányosan éljük meg ezt az egész történetet, ugye akkor fokozódik a fájdalom, és természetesen a gyógyulást is nehezíti a jelenlevő ödéma. A biológiai értelem a program végére fog megjelenni, mert hiszen a csontunk erősebb lesz, mint volt. De mivel ennek már nem olyan a szöveti szerkezete, mint a másik oldalon, azért ezt rögtön rákos elfajulásnak fogják nevezni. A vállat érintheti egy másik fajta szövettani eltérés, amit Ewing-szarkomának neveznek, az oszteoszarkoma után a leggyakoribb csont elfajulás, mert nem nevezném daganatnak, nem kellene levágni a gyermeknek a karját, a vállától kezdve, és a többi ilyen kezelés. Most az enyhébb mértékű, hát lelkiismeret furdalások már nem a csontokat, hanem a lágyabb szöveteket érintik, és annak függvényében, hogy milyen tünetek jelennek meg, háromféle ilyen diagnózist is felállít a mai medicina, mert ugye, hogyha az izom megvastagodás itt, amint látjuk, az idegnek a becsipődését fogja okozni, sárga színnel az idegeket látjuk ezen a rajzon, akkor ez Scaleno-szindróma nevet fog viselni. Nyilvánvaló, hogy az ideg becsipődése zsibbadással, fájdalommal jár, mert ami a vállamtól lesugárzik egészen a kis ujjamig. A kosztoklavikuláris szindróma azt jelenti, hogy az első borda és a kulcsont között szorulnak meg az idegek és az erek is, és a hiperabdukciós szindróma pedig azt jelenti, hogy ha felemeljük a kart, akkor fognak csak a tünetek kialakulni, mert akkor kerülnek az idegek és az erek szorult helyzetben, nyugalmi helyzetben még nincsen probléma. De bármilyen szépen is vizsgáljuk és nevezgetjük el ezeket a helyzeteket, a probléma még mindig ugyanaz, le kéne zárni ezt a lelkiismeret furdalást. Annyi minden miatt lehet lelkiismeret furdalása egy embernek. A legfőképpen azok a dolgok bántanak bennünket, amiket nem tettünk meg, vagy amiket megtettünk. Lehet lelkiismeret furdalásunk azért, mert valami olyat tettünk, vagy nem tettünk, amit úgy gondoljuk, hogy a partnerünk, vagy a szóban forgó személy elvárta volna, vagy elvárta tőlünk valójában. Rengeteg olyan történés van, ami miatt később másképp gondolkodunk, a döntés következményeképpen már másképp láttunk arra a helyzetre. Nagyon sokszor a helyzet maga nem teljesen reálisan van felmérve, és most nem szeretnék senkinek sem plusz lelkiismeret furdalást, sem pedig feloldozást kínálni, hiszen igen, érdemes ezeken a dolgokon elgondolkodni, hogy akkor abban a tudatállapotomban, fejlődésem, emberi fejlődésem azon szakaszában tudtam volna-e másképp cselekedni. Itt nagyon sokszor a válasz nemleges, mert akkor azt hittem, hogy ez úgy fog működni, akkor még lelkesen bíztam benne, akkor még teljes mellszélességgel kiálltam a történetért. Csak később vettem észre, hogy vagy hasonló helyzetek. Most, ha akkor nem tudhattam, nem érezhettem, nem, csak nem is sejthettem azt, hogy ennek ilyen következményei, vagy ilyen vége lesz, akkor miért gondolom azt, hogy így ismerve a végkifejletet másképp is dönthettem volna, hiszen a cselekedeteink, a döntéseink, azok valamilyen szinten mindig tükrözik az akkori énünket. Igen. Ha pedig igen, akkor feltenném a kérdést, hogy ez a történet 50, ne menjünk 50, menjünk csak 15-20 év múlva, fontos lett-e
valamilyen következménye annak a dolognak jövőmre nézve van-e. Gondoljunk most már így a germánygyógytudomány ismeretével egy kicsit másképp erre a helyzetre. Vajon miért van nekem most lelkiismeret furdalásom, mert ezelőtt x évvel úgy gondoltam, hogy. De ha tudom, hogy mindez a vállamat érintő problémává válik, hogy képes vagyok a legkeményebb szövetemet, a csontomat is emiatt lebontani, hogy képes vagyok emiatt komoly egészségkárosítást végezni a saját testemen belül, hiszen én vagyok egyedül, aki ezt a lelkiismeret furdalást le tudom állítani. Hát ez így van. Ezért a saját felelősségünk mindenképpen kihangsúlyozandó. Ha mindezt tudom, akkor van-e még értelme ennek a problémának a továbbcipelése? Egyáltalán nagyon sokszor a lelkiismeret furdalás nagyon komoly önbénító hiedelmek, ősosrontó mondatok következményei. Ez a nekem soha nem ment semmi. Én mindenért keményen megküzdöttem, megdolgoztam. Ezt a mi családunkban nem szokás. Nekem úgysem fog sikerülni semmi. Ezek csak példák azokra az ősosrontó mondatokra és hiedelmeinkre, amikkel együtt élünk. Nekem úgysem fog sikerülni. Ezzel le is beszélem magam arról, hogy bármihez is hozzáfogjak, amit persze majd bánhatok később. Ez lehet ok egy alapos lelkiismeret furdalásra például, de ha nekem úgysem fog sikerülni, eddig sem, mert mindig keményen megdolgoztam, engem mindenki csak átvert. Velem mindig csak szörnyűségek, tragédiák, katasztrófák történnek, akkor ez a jövőkép, ez az életszemlélet, ez újabb és újabb konfliktus helyzeteket fog generálni. Tehát gyakorlatilag kicsit hasonló ahhoz a helyzethez, ha próbálnék valamilyen képet felhozni, mint amikor valaki felköti a silécet a lábára, és a hegyről megindul, de bekötött szemmel teszi meg a pályát, és végig üvölt és visít, pedig ott van a lehetőség arra, hogy bármikor lefékezheti, megfékezheti ezt az eseményt. Nagyon sokszor mi magunkat sodorjuk bele ezekbe a helyzetekbe. Azért hoztam ezt a lejtőt és bekötött szemmel való síelést, vagy becsukott szemmel való síelést, mert a kontrollt teljes mértékben mi tartjuk a kezünkbe. Tehát bármikor dönthetünk úgy, hogy azt mondjuk, jó, akkor ez eddig így volt, ez csak lefelé vissza lejtőn, itt nem tudok benne megállni, csak akkor, hogyha aktívan részt veszek benne. Ha elengedem ezeket a történéseimet. Igen, ki lehet mondani azt, hogy sajnálom, mostani eszemmel nem így viselkednék, fáj az, hogy megbántottalak, ne haragudj. Igen. Ezt bármikor bárki ki tudja mondani. Én azt gondolom, hogy évekig, évtizedekig vezekelni valami miatt, ami már rég elmúlt, és csendben szenvedni talán az egyik legnagyobb hiba, amit az ember elkövethet. És hogyha eddig így tettük, akkor most már ne legyen lelkiismeret furdalásunk, hanem nyissuk ki a szemeinket, fékezzük le ezt a lefelé menő lejtőt, lejtőn álljunk meg, és vegyük észre, hogy ez egy fantasztikus lehetőség arra, hogy végre életünket magunk irányítsuk. És mindaz, ami történt, azt abból a szempontból kell megnézni, hogy mit tanultam belőle. Azt tanultam, hogy rossz döntést hoztam, az is egy tanulság. És tudom, hogy legközelebb nem így fogom csinálni. És ha az életünket is úgy fogjuk fel, hogy nem véletlenszerű mindaz, ami történik velünk, mert hisz tanulni jöttünk erre a Föld nevű bolygóra, akkor ha hálával el tudjuk engedni mindazt a tanítást, amit kaptunk eddig, akkor megszűnik a lelkiismeret furdalás is. Köszönöm, Réka, a hozzászólásodat, nagyon értékes
gondolatokat vetettél föl. És itt van egy példa arra, amikor nem is oldjuk meg a konfliktust, nem, hogy hol megoldom, hol nem oldom, amikor ragaszkodom valamihez, vagy ahhoz, hogy képtelen vagyok megfogni, megtartani, mert én olyan ügyetlen vagyok, vagy még mindig görcsösen ragaszkodom valamihez, és ez a fel nem oldott konfliktus fogja az izomnak a bénulását, vagy a sorvadását létrehozni. Nyilván, ha görcsösen ragaszkodok, akkor ugye az izom görcsösen bénul, amikor meg képtelen vagyok megfogni, akkor meg el fog, akkor az izomzat el fog sorvadni. De hát erről részletesen az izmokról szóló webkonferencia előadásban beszéltem. A parancsot mi adjuk ki, itt van a mozgás központja, ugye a motorikus kéregbe blokkoljuk az adott izomnak a mozgását, és nyilván, hogy azokról a mozgásokról van szó, ami a karunkhoz vagy a kezünkhöz kötött mozdulat. A funkcionális egységről itt is szeretnék megemlékezni, épp úgy, mint az alsó végtagnál, Hammer doktornak a My Studenten Mayhem című művéből, mert rámutat arra, hogy amikor egy konfliktus ér valakit, vagy éppenséggel egy törés, ugye, ami maga a törés utólag is konfliktust okoz, mert nem tudok dolgozni, ha a kezemet érinti, erről szól az egyes számú eset a My Studenten Mayhemben, akkor az egész szegmentum, tehát a kis ujjamtól egész a vállamig és a nyaki csigolyákig, ez egy funkcionális egységet fog érinteni, ez az egész történet. A páciens 2011. februárjában a saját cégénél szenvedett el egy súlyos munkahelyi balesetet, aminek következtében ő munkaképtelen lett saját cégnél. Munkaképtelen lett. Hát, akinek van saját vállalkozása, és önmaga okozza a saját munkaképtelenségét, az át tudja érezni, hogy ez az ember milyen súlyos önleértékelésként élte meg ezt a konfliktust. Na most ez ilyen rosszkor éri, persze sose ér minket jókor egy ilyen történet, de az ehhez tartozó önleértékelési konfliktus aktív szakasza, tessék nézni, 2012. márciusáig tartott, tehát 13 hónapig. Ez nagyon hosszú idő, és ez alatt az idő alatt megtörtént, ugye, nem csak az adott helyen a szövetek sorvadása, hanem itt, amint látjuk, a második nyaki csigolyánál is megtörtént egy nagyon súlyos önleértékelés miatt a csigolyatestnek a sorvadása, ahova a piros nyíl mutat itt, pont arra utal, hogy itt szövet hiány lépett föl. Na most a 2012. márciusában a beteg megoldja a konfliktusát, csak ugye tudjuk, hogy ezután elindul a csigolyának a rekalcifikációja, vagyis az ödémás gyógyulása és a kálciummal való bepótlása, és megjelenik a fájdalom. Augusztusban már akkor a fájdalma volt, hogy az ortopéd orvos egy bátor injekcióval próbálta a fájdalmát csillapítani, csak hogy túlhaladt a határokon, nem a csonthártya közelébe érkezett, hanem átszúrva a csonthártyát bejutott a mediasztinumba, vagyis a gátor üregbe, abba az üregbe, amiben éppenséggel dobog a szívünk, és ott van a légcső, és még néhány fővér. Szóval igen, merész szurkálás volt ez, és ezt a történetet a május 18-i Fókuszban az egészség című előadáson kifejtettem részleteiben. A lényeg az volt, hogy az egészet félre diagnosztizálták, és aztán Hammer doktorra felvéve a kapcsolatot a beteg, rendezte a konfliktusait, hallgatta a My Studenten Mayhemet, és ennek köszönhette, hogy tökéletesen rendbe jött ez a csontszövet. És hál' Istennek ez a páciens megúszta a kemoterápiát és a sugárkezelést,
És létre tudott jönni a csontnak, a kérgi részének a visszaépülése, ahogy itt Hammer doktor szavaival élünk, a csont kortikális restitúciója, és valójában ilyen a csontosodással foglalkozva Hammer doktor leírja, hogy a természetnek a csont gyógyulására van egy A és egy B terve. Ugye van az egyik a csonthártya felőli gyógyulás, amit itt látjuk, ugye periosztális. A periosteum vagy a csonthártya felőli csontosodás nyilván, hogy a tömör csontokat fogja érinteni, annak a helyrehozatalát fogja elindítani. Ez megtörténik a törés után, ha a csonthártya nem sérült, mondjuk fiataloknál a zöld gajtörés, de egy másik esetben, megoldást követő szakaszban másodlagos csontosodás fog létrejönni, ha egy önleértékelési konfliktus volt itt valójában. Ugye csak emlékeztetőleg zárójelben az elsődleges csontosodás a primér angiogén és enkondrális csontosodás volt, amint az anatómiából tanultuk. A csöves csontnak a rekalcifikációja, vagyis a kalciummal való feltöltődése mindig egy kedvező helyen létrehoz egy kicsi csontlyukat. Most ez a csontlyuk azért jön létre, hogy a kemény csonton belül a csöves csontnak a belsejének a gyógyulása során keletkező ödéma ki tudjon jutni, és ezért jön létre egyfajta szelep, és a csontvelő gyógyulása ilyenkor meg tud történni minden probléma nélkül. Nyilván az ödéma ezen a kis csontjukon ki fog folyni, és egy duzzanatot, ödémát fog létrehozni. Van olyan is, amikor, ugye, amint látjuk ezen a képen, a törés az átszakítja a csonthártyát, vagy éppenséggel, tehát ez egy baleset, vagy egy tűbiopszia, mint azt az előbb is említettem, átszúrja a csonthártyát, és ilyenkor a gyógyuló szövet ki fog folyni az újrameszesedés során a csonthártyán kívüli területre. Ilyenkor egy terjedelmes hát szövetszaporulat fog létrejönni, mert nincs meg az a csonthártyatasak, ami megtartaná ezt a lágy csontszövetet addig, amíg meg nem történik a teljes elmeszesedése, és ezért ez egy hosszabb időn keresztül fog elvezetni a gyógyuláshoz. A kéz, illetve a felkaron, vagy felső végtagon is megtapasztalhatunk fantomszerű fájdalmakat, főleg, hogyha gyógyulási folyamat során ugye végtagcsonkolás történik meg. Pontosan azért, mert nem történt meg a konfliktus érzelmi lezárása, és ez az állandó optikai recidivák miatt maradt fenn. Ez lesz a függő gyógyulás és állandó fájdalomnak az egyetlen oka. Az optikai sín, ugye ez az, ami fenntartja a függő gyógyulást, és ezért fennmarad a fájdalom is. Nagyon érdekes, hogy amikor megoldódik a konfliktus, akkor viszont ugye azt fogják mondani, hogy az illetőnek vérrákja van, mert kialakul a leukémia a megoldási szakasz első részében. A MyStudent & MakeHen segít nekünk a gyógyulási fázist legrövidebb idő alatt megoldani. Amint látjuk, az exudatív fázist átolja az epileptoid krízisen a hegesedési fázisba. Tehát lesz fájdalom, de csak annyi ideig, ameddig feltétlenül szükséges. Ahhoz viszont, hogy tudjon hatni a MyStudent & MakeHen az eredeti arhaikus varázsdalap, ami Hammer doktor szerzeménye, erről ugye két webkonferencia is megtekinthető. Nos, ahhoz, hogy ez tudjon hatni, ahhoz tényleg le kell zárni a konfliktust, mert, mint említettem, az optikai sín az újra és újra elindítja, tehát hatástalanítja ennek a csodálatos dallamnak a
segítő, biológiai rendező erejét is. A meg nem oldott konfliktus az ízületi kopáshoz fog vezetni természetesen, és ezek lesznek a pattogó ízületek. A policiklikus lefolyás, amint már mutattam, egyre vastagabb szövetszaporulat fog létrejönni, legyen szó ízületről vagy csontról. És miért? Mert ritkán jönnek a sinek, és a konfliktus nincs megoldva. A folyamatos fájdalom pedig mindig függő gyógyulásról szól. Érdemes tisztázni a konfliktust, érdemes azt érzelmileg lezárni, hallgatni a más student terméket, és akkor a lehető legrövidebb időn belül megtörténik a gyógyulás. De miért akad el a gyógyulásunk? Mert ugye a beteg passzívan áll hozzá, szegény én áldozat, nem tudok mit csinálni, ez dobta a gép nekem, és ez a legkényelmesebb szerep, doki beteg vagyok, gyógyíts meg. Tehát ezért a weblapnak a fő üzenete, hogy a betegség a beteg nélkül nem gyógyítható. Mert először is ismernie kéne az öt biológiai természettörvényt, természetesen, ha nem tudja elfogadni annak igazságát, mert ő szkeptikus, mert ő okosabb, mert ő másképp tudja, akkor nem is fog rá, akkor nem lesz itt semmilyen érzelmi feloldás, és nem lesz semmilyen gyógyulás. És ha nincsenek érzelmileg feloldva a konfliktusok, akkor marad a függő gyógyulás, a policiklikus lefolyás, ahogy azt bemutattam. És az is egy nagyon lényeges, hogy lehet, hogy ismeri a beteg a germán gyógytudományt, csak éppen a megoldási szakasz tüneteit újabb konfliktusként éli meg. Önleértékelésként éli meg, mondjuk, hogy nem tudja a kezeit hajlítani, nem tud a kezébe semmit megfogni, mert annyira fáj, és képtelen vagyok megtartani a kezemben most már még a kanalat is. A biológiának teljesen mindegy, hogy a gyermekeimet vagyok képtelen megtartani, vagy szorosan fogni, vagy a kanalat vagyok képtelen megtartani a fájdalom miatt. Ezzel már elakad a program, és újra elindul, megáll, elindul, megáll, és ez lesz a függő gyógyulásnak az ördögi köre. Na most aztán vannak vegyszeres beavatkozások, ugye esztelen diéták, helytelen életvitel, ismertünk olyat, aki ugyan gyógyulási szakaszban volt, de ő mindenképpen edzésre akart menni, mert neki az életéhez hozzátartozik a heti kétszeri edzés, hát mondtuk, hogy ebben a helyzetben ez teljesen értelmetlen és megoldhatatlan. És az is egy nagyon lényeges kérdés, hogy ki milyen mértékben van tisztában ezekkel a dolgokkal, mert a betegnek a tudatlansága újabb és újabb programokat indít el. És ahogy a Hammer doktor elmondta, a beteg nem a rákban hal meg, hanem a biológiája teljes kimerítésében. Tehát én tudom, hogy hogyan történik meg minden, akkor végre megnyugodhatok. A rendelőben kapott diagnózis sok, az egy nagyon komoly tényező. Én azt hiszem, hogy azért kéne az orvosoknak a germán gyógytudományról tudni, hogy ismerjék fel, hogy a dolgok lélek, agy, szerv szinten zajlanak, és legalább a nil nocere, a nem ártani elvet ott tartsák be, hogy nem mondjanak olyan dolgokat a betegeknek, amitől még betegebbek lesznek. Aztán a betegséggel járó megváltozott helyzet következményeit is konfliktusnak éli meg. Teszem azt, átmenetileg kiszolgáltatott helyzetbe kerül valaki, mert képtelen a kezeit használni. És ugyanilyen helyzetbe akkor is kerülhet valaki, ha mondjuk mindkét karja el van törve, akkor valaki meg kell fürdesse, és bocsánat, de valakinek a fenekét meg kell törölje. Tehát valaki az ő fenekét meg kell törölje. És ez a kiszolgáltatott helyzet újabb leértékelésként megélve, nagyszerű, újabb programot tudok elindítani. És itt van egy utolsó, de nagyon fontos tényező, a család negatív hozzáállása. Mert kérem szépen, az a család, aki nem áll a beteg mellé, az nem is akarja, hogy a beteg meggyógyuljon. Természetesen ehhez az kell, hogy a család is ismerje a betegségek lefolyásának a módozatát a biológiai törvények szerint, és hogyha ezt ismeri, akkor tud teljes mellszélességgel a beteg segítségére állni.
De nem egy olyan történetet ismerünk, ahol a család nem érdekelt abban, hogy a beteg meggyógyuljon. Nagyon szépen köszönöm, Karesz, ezt a fantasztikus előadást. Én azt gondolom, hogy rengeteg új információval gazdagodtunk.